Komoly rangadót rendeztek a Gabányi László sportcsarnokban, a futsal MB2 nyugati csoportjában ugyanis a BME a TF csapatát fogadta. A több száz kilátogató néző ráadásul igazi legendát is láthatott a pályán, a vendégek kapuját ugyanis az FTC ikonja, Szűcs Lajos védte. A 43 éves futballistát a csapat játékos edzője Póta Balázs csábította a TF-be. Nekünk egy olyan karakter kellett, aki segít, mind a mentalitásával, mind a játék erejével tudja húzni ezt a csapatot. Ő egy legenda, nagyon tekintélyparancsoló személyiség, de különben egy laza ember, aki segít, aki mindenben támogatja a fiatalokat. Soha életemben nem futcáloztam korábban, sőt még azt lehet mondani, hogy még futcállabdába se rúgtam. Sok új dolgot meg kell szoknom, ugye rengeteg olyan szabály van, ami nagy pályán és a kispályás fociban nem vonatkozik a kapusokra. És örömmel teszi mindezt, pedig nem lehetne azt állítani, hogy profi karrierje után unalmasan telnének a napjai. A Rákosmenti KSK-nak vagyok a labdarúgó szakmai igazgatója, mind a felnőtt csapatnál, mind pedig az utánpótlás korosztályoknál. Emellett központi kapus edző vagyok, tehát a nagy csapatnál is, a felnőtt csapatnál és az utánpótlás csapatoknál is. A futball ráadásul az MB3-ban is kemény, a Nyírbátor elleni bajnokin például mentőt kellett hívni Szűcshöz, miután egy felbőszült szurkoló nehezen viselte, hogy a kapus edző 2-1-es vezetésnél próbálta húzni az időt. Azt hittem, hogy a feleségemet támadja meg, aki a kispad mellett a koráton kívül áll, ő rajta próbál elégtétet venni, de hát szerencsére nem így történt, ezért léptem oda, mert ugye nyilván a feleségemet meg akartam védeni, és akkor anélkül, hogy bármi dolog lett volna megütött, volt egy rövidebb eszméletvesztésem. Az ügynek biztos, hogy lesz még folytatása, hiszen rendőri intézkedés volt, a rendőröknek ilyenkor kötelességük eljárást indítani. De Szűcs Lajos már teljesen jól van, és feladataira koncentrál, köztük a futszára, hiszen Póta Balázs, aki egyébként az előző szezont nem kisebb bajnokságban, mint a Serie B-ben töltötte, nagyon komoly célokat tűzött ki a csapat elé. Ezt a csapatot két barátommal, az Akai Bencével és a Stranyovszki Márkkal alapítottuk. Hát érdekes történet, mert a semmiből se labdánk nem volt, se játékosunk, se edzőnk, semmink nem volt, és úgy szép lassan építkeztünk, lépcsőről lépcsőre haladva, jöttek a szép sikerek, belelkesültünk mi is, mindenképpen ki kell mondanunk, hogy azért megyünk, hogy a bajnokságot megnyerjük, és a TF-et méltóképpen képviseljük. Ennek lehet az egyik alappillére Szűcs, aki természetesen továbbra is ízig-vérig fradistának vallja magát. Én úgy érzem, hogy én elég közel álltam a ferencvárosi közönséghez, szerettek, mind a mai napig szeretnek, tehát hogyha kilátogatok valamelyik ferencváros mérkőzésre, vagy találkozom az utcán, akkor mindig örömmel és szeretettel fogadnak. Sok minden változott, nyilván más volt a stadion. Én megmondom őszintén, hogy én nekem a régi stadion az sokkal közelebb állt a szívemhez, de úgy gondolom ez természetes, hiszen én lehet azt mondani, hogy ott nőttem föl, hiszen 73-ban születtem és 74-ben adták át az ülőti stadiont. Ott értem el a legszebb eredményemet a NB1-es labdarúgó pályafutásom során, úgyhogy elég mélyen a szívemben markolt a dolog, amikor az első munkagép belemarkolt a B-középnél az óra alatt a lelátóba. Soha nem fogom elfelejteni, amikor a Ferencváros első bajnokságot nyertem 2001-ben. Csank János volt a vezetőedző, és ahogy vártak minket az a szurkolók Debrecenből, az egy számomra egy soha nem elfelejtendő dolog, és tehát azt gondolom, hogy minden játékos erre vágyik. Visszatérve a futszárangadóra, a TF végül 3-1-es vereséget szenvedett, de pótáiknak ettől álmaikról még nem kell lemondaniuk, hiszen mindössze 2 forduló telt el a bajnokságból.